Újabb ipartörténeti emlékhelyjelölő táblát avattak, méghozzá mindjárt kettőt. Így ezzel együtt már három táblát helyezett ki a Győri Ipartörténeti Alapítvány. A decemberi avató ünnepségen az egykori ágyújjár kerítésére kerültek ki az emlékezés szimbólumai. Szeretnénk minden táblát ott elhelyezni, ahol valamikor a gyár működött. Sajnos már van néhány olyan gyár, amelyik nem működik, ennek is megvan a módja. És a célunk az, hogy a táblákat, ha valaki meglátja, megáll, és esetleg okos telefonja van, akkor egyszerűen rá klikkel erre a táblára, és mögötte bejön a gyár rövid története. Tehát egy ismert terjesztésről van szó. Későbbiekben azt tervezzük, hogy, és ezt megtárgyaltuk minden mostani gyárvezetéssel, hogy túrákat szervezünk, és akinek kedve lesz, az bemegy például a kesztyűgyárba, és megnézi, hogy milyen a termelési folyamat ma. Miklósi Lajos hozzátette, a jelenlegi táblák a kezdetet jelölik, ugyanis a jövőben még számos emlékhelyet szeretnének megjelölni. Ezen a vonalon, ahol most vagyunk, tehát ez a gyárvárosi rész, itt összesen 8 táblát fogunk elhelyezni, beleértve az iparcsatornát is, ez a kuriózum, kevesen tudják, hogy miért épült az ide. És amikor ez a 8 felépül, utána lépünk egy következőt, hiszen a város más területén is voltak gyárak, Szigetben, vagy például mondom a lemezárugyárat és annak az utódgyárait, hogy kevesen tudják, sokszor elmondom, mindig elmondom, hogy hol volt a győri gyufagyár. Tehát ezt mind fel fogjuk térképezni, és terveink szerint jövő őszre mind a két kör fel fog épülni, és lehet járni ez az útvonalon. A Győri Ipartörténeti Alapítvány elnöke úgy folytatta, fantasztikus dolog az, hogy a jelenlegi vezetők mindegyike pozitívan állt a kezdeményezéshez. Mindenki gondol a múltra, hiszen múlt nélkül nincs jelen és jövő. Híradónk a jelenlegi két tábla avatásakor azokat a vezetőket is megszólaltatta, akik büszkék a múltra. Számunkra nagyon fontos összekötni a múltat és a jövőt, hiszen ma alapvetően mi szakember utánpótlásról, a szakma minőségéről, szeretetéről beszélünk, de úgy gondolom, hogy azt nem lehet ebbe eredményeket elérni, hogy nem adózunk az elődeinknek a tiszteletére, tehát nagyon fontos, hogy a nagy elődeink, a szakma alapítóinak a rájuk való megemlékezés. Nagyon örültünk ennek a felkérésnek, és örültünk ennek a lehetőségnek, már azért is, mert valóban büszkeséggel tölt el minket, hogy mi a régi cégek közül működő és jól működő cég vagyunk még mindig Győrött. Az emléktáblák avatását követően a Globita épületében sajtótájékoztatót is tartottak, ahol a helyszín magáért beszélt. A cég múltja szinte megelevenedett az érdeklődők előtt. A kesztyűgyár hosszú történetén keresztül többféle profillal foglalkozott, jelenleg kifejezetten munkakesztyű és munkavédelmi kesztyűgyártásával foglalkozunk. A termelésünknek a több mint 80%-a exportra kerül, és a maradék az pedig a belföldi felhasználású. A fő felhasználási területünk az autóipar. A Győri Ipartörténeti Alapítvány tehát az emléktáblák kihelyezését a jövőben is folytatja, hogy később létrejöhessen az ipartörténeti tematikus útvonal, amely sétával vagy épp kerékpárral remek programot ígér majd.